Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Január 6-a van, a boldizsárok, menyhértek és gáspárok ünneplik névnapjukat. A Gergely naptár szerint ma van vízkereszt napja, a Julián naptár szerint az ortodox karácsony böjtje. Minden kedves nézőnknek, aki ma ünnepel, áldott karácsonyt kívánunk. Most pedig jöjjenek a legfontosabb hírek, először csak röviden. Szerbia szerte már hajnalban megtörtént az ünnepi tölgyfaágak vágása. Ma van vízkereszt. Zorán Milanović nyerte az elnökválasztás második fordulóját Horvátországban. A hosszú hónapok óta tartó bozót és erdőtüzek után hétfőn esni kezdett Ausztrália délkeleti részén. Az ortodox karácsony böjtje van. Szerbia szerte már hajnalban megtörtént az ünnepi tölgyfa ágak vágása. A hívők az erdőben vágják az úgynevezett bádnyákot, vagyis tölgyfa ágakat. Ezekkel díszítik a gépjárművek elejét és az otthonukat. Szabadkán is népszerű szokás a bádnyák vágás. Így köszöntötték egymást a pravoszláv hívők az ortodox karácsonyt megelőző napon, vagyis a bádnyi dán alkalmával. A karácsonyi ünneplés január 6-án reggel az ortodox karácsony böjtjén kezdődik, amikor a családfő kivonul a közeli erdőbe, hogy tölgyfa ágat vágjon, amely az ünneplő család otthonába kerül. Pravilo je da se dođe u toku noći, znači da prije nego što zora svane da se dođe da se iseče badnjak. To je pravilo. Mnogi to ne podržavaju, ali vidite kakva je gužva, znači možda i dobro što ne dolaze tako rano. A kivágott tölgyfaág jelképezi azt a fát, amelyet a pásztorok ajándékoztak a kis Jézusnak, amivel József tüzet gyújthatott a hideg barlangban, ahol Krisztus megszületett. A kivágott tölgyfaág egyben Krisztus keresztfáját is jelképezi. Nekadašnje dane naše tradicije običaj je bio da se badnjak koji se iseče ujutru unese u kuću koji simbolizuje radost i sreću za čitavo to domaćinstvo tokom cijele godine, a nakon toga se badnjak ložio u ognjištima kuće domaćina u kojima žive i deca i ostali članovi porodice. Szabadkán is népszerű szokás a bádnyák vágás. A hajnalban kivágott tölgyfaágat később a pravoszláv pópa is megáldotta. Ako bismo Krista slušali, znate, nikada nikakvog sukoba na ovom svetu ne bi bili, svi bismo živjeli kao braće, svi bismo činili jedni drugima kako želimo da drugi čine nama. Nažalost, ljudi nisu svesni da im Bog treba, a treba nam jako. Evo mi sad pričamo i umiremo. Ko će da nas spasa ako Bog neće? Pare? Zemlja, šta, ko će da nas spase? Niko. Dakle, Hristos, ljubav njegova nam je preko potrebna za spasenje. Nažalost, mi hrišćani tvrdimo da jesmo hrišćani, a vrlo malo smo hrišćani u mentalitetu svome. Az eseményen Bogdan Labán Szabadka polgármestere is részt vett. Az ortodox hívek kedden január 7-én ünneplik karácsony napját és a megváltó eljövetelét. Karácsony böjtjét az előző évekhez hasonlóan ezúttal is a bádnyák égetése zárja Szabadka főterén. A hajnali órákban levágott tölgyfa ágakat a pravoszláv hívek egy halomba rakják és meggyújtják, ezzel jelképezve Jézus Krisztus születésekor gyújtott melegítő tüzet. A Városház előtti térre van kollégánk Dóró Alen. Szervusz Alen, meggyújtották-e már a reggel kivágott tölgyfa ágakat a hívek? Jó estét kívánok! Nos, hogy válaszoljuk a kérdésedre? Itt van mögöttem, talán látszik is, meg tudja mutatni operatőr kollégám, hogy ég már az a tölgyfa, amit a hajnali órákban vágtak ki, és ugye bejátszásban hallható volt, hogy a pravoszláv egyház képviselői, egészen pontosan Dragán Stokin atya megszentelte a kivágott tölgyfaágat. Ez pedig itt még egyszer megismétlődött itt a főtéren is, nem sokkal ezelőtt hozták ide szekéren, lovas kocsival a kivágott bádnyákot, amelyet ugye meggyújtottak, előtte pedig meg is szentelték. Ezt követően pedig a pravoszláv
egyház képviselői Dragan Stoki atyával az élen köszöntötték az egybegyűlteket. Ugye nagyon sokan vannak itt Szabadka a központjából, most így a sötétben nem nagyon tudom megsatszolni, pontosan hányan látnak, de bizonyosan, hogy többen, mint ezren, és hát sok kisgyereknek, illetve idős embernek is a kezében vannak a tölgyfágak, amit ugye a hajnali órákban vágtak ki. Nem sokára bekövetkezik majd az a pillanat is, most még itt körülöttem üresség van, de nem sokára átengedik majd őket a kordonon, hogy mindenki erre a tűzrakásra rárakja majd a saját bagnyákját, hogy elégjen. A színpadon pedig zenés kultúrműsor zajlik, illetve a fiatal gyerkőcök verseket mondanak, karácsonyi verseket, és ez folytatódni fog az este folytatásában is, úgyhogy akinek van ideje és szeretne egy jó műsort látni, az mindenféleképpen látogasson el ide Szabadka központjába, aki pedig most ünnepel, annak boldog karácsonyt kívánunk. Köszönjük szépen! A pravoszláv vallást mindenáron óvni és őrizni kell, ez volt Irinejszer pátriárka karácsonyi üzenete. Arra is emlékeztetett, hogy nem szabad elfeledkezni Koszovó és Metóhiáról sem. A pátriárka arra kérte a híveket, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg azért, hogy többlet javaikat fordítsák a hiány szenvedők támogatására, hogy a hozzájuk legközelebb állóknak megfelelő segítséget nyújtsanak, de legfőképpen testvéri szeretetet. A pátriárka hozzátett, hitvalló Szent Maximus is erre tanít bennünket, aki a következőkre intett. Igyekezzünk józan gondolkodással kiegyenlíteni a természet egyenlőtlenségeit, és amiben bővelkedünk, azzal kiegészíteni egymás hiányosságait. Nasza sveta dužnost jeste da nosimo krst istorijskih događaja i iskušenja u svim pomesnim crkvama kao zajedničkim. Ali je sveta dužnost i obaveza i svi pomesni pravoslavni crkava da jedna drugu poštujemo i uvažavamo. Dakle, poslanike u Vinogradu Gospodnjem, ma koliko oni bili zaslužni, treba podsjećati da se ništa ne čini bez sloge i jedinstva sa svima ostalima. Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárónapja, a farsangi időszaknak pedig a kezdete. Bánátban is ezen a napon szedik le a karácsonyfát, a templomból pedig szentelt vizet visznek haza a hívek. A muzsiai Mária Szent neve plébánia templomból sokan vittek haza megszentelt vizet. Az itt élők hiedelme szerint ugyanis a szentelt víz, amely végig kíséri az ember életét a bölcsőtől a sírig, megvédi őket a bajtól, kigyógyít a betegségből, ugyanis az ördög fél a keresztvíztől. Elsőbb a sót szentelik meg, és aztán azt a megszentelt sót teszik a vízbe, és akkor abból keletkezik a szentelt víz. A szentelt vizet, mikor hazavigyük, akkor az egész házat beszentőjük, meg a jószágoknak, akinek van, annak a vízbe öntenek bele, hogy egészségesek legyenek. Tulajdonképpen ez a lényege, hogy az egészséget, meg a békességet vigyük a házba bele. A katolikus egyház ma az Úr jelenését, Vízkereszt napját vagy a Három Király napját ünnepli. Az Úr megjelenését a 4. század elejétől kezdték ünnepelni. Visszaemlékezünk, hogy a három király a csillag után elment keresni Jézus. Hosszú volt az útjuk, de nagyon boldogok voltak, mikor jöttek Betlehembe, és megtalálták Jézus édesanyját, Máriát és Szent Józsefet, és szép ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjért és mirhát. A vízkereszt napjához számos szokás fűződik. Ezen a napon szedik le a karácsonyfát, és szétosztják a gyerekeknek a megmaradt édességet. Egy mára már kihalt szokás volt a három királynak a járása a faluban. Vízkereszt napjához kötődik, vagyis vízkereszt napján zárul a három királyok járás. Muzsján ez nagyon népszerű volt annak idején,
három kis király, három király, két angyal kíséretében járták a falut, Gáspár, Menyhárt és Boldizsár. És akkor ők adták hírül a házakban a családoknak, hogy valóban megszületett a kis Jézus, hiszen ők látták, meg is ajándékozták a kis Jézust. Bánátban a mai napon adják ki a jószágnak a Lucca napon elvetett búzát, csőregét és fánkot sütnek. Ettől a naptól kezdődnek a házszentelések. Az a hiedelem járja, hogy a megszentelt házban Isten szeretet és béke lakozik. Vízkereszt alkalmából mondott homéliájában Ferenc pápa a pénz istenének elutasítására szólított fel. Hétfőn a vatikáni Szent Péter bazilikában az egyházfő azt hangsúlyozta, az embereknek arra kell összpontosítaniuk, hogy másokat szolgáljanak, ne önmagukat. Ferenc pápa felszólította a híveket, hogy utasítsák el a pénz istenét, a fogyasztói életmódot, a siker hajhászását és az önmagasztalást. Arra biztatta őket, hogy összpontosítsanak a lényegi dolgokra és szabaduljanak meg a haszontalan és függőséget okozó dolgoktól. Kitélt arra is, hogy az embereknek segíteniük kell a társadalom szélére szorult társaikon, mert Jézus bennünk is ott van. A hit nem csak tételek gyűjteménye, hanem felhívás Isten imádására, hangoztatta a katolikus vezető. Nyitott egy esetleges tárgyalásra minden témában Alekszandár Vučić Milo Đukanović montenegrói köztársasági elnökkel. Ezt a szerb államfő jelentette be mai sajtótájékoztatóján, miután horvátországi szerb gyerekeket látott vendégül Belgrádban. Leszögezte, szerinte probléma az, hogy a tengerparti ország saját belügyeként kezeli az elfogadott egyházügyi törvényt és annak hatásait. A szerb elnök beszélt a tegnapi horvát elnökválasztásról is. Jó lenne, ha valaki megértené a montenegrói szerb közösség elégedetlenségét az elfogadott egyházügyi törvénnyel kapcsolatban. Ezt mondta egyebek között Alekszandár Vučić, szerb elnök. Leszögezte, békét akar és kompromisszumra való törekvést. Alekszandár Vučić beszélt a horvátországi elnökválasztásról, valamint a szerb-horvát viszonyról is. Azokra a sajtóinformációkra reagálva, amelyek szerint Horvátország blokkolni fogja Szerbia uniós integrációját, Vučić azt mondta, hogy továbbra is teljes erővel dolgoznak tovább. Mindenki végzi a saját feladatát, tette hozzá. Nyilván želimo sve najbolje i želimo dobre odnose sa njima. Da li sam optimista po tom pitanju, uopšte ne želim da se izjašnjam, ne želim ništa loše da im govorim. Vi ljudi svoj posao, a mi ćemo svoj. A szerb elnök arról is beszélt, hogy nem zárható ki az, hogy Pristina is hoz egy a montenegrói egyházügyi törvényhez hasonló rendelkezést. Leszögezte azonban, hogy ha a szerb nemzet egységes és kemény, akkor meg tudja őrizni azt, ami az övé. A Málcsai Borbély elfogásának részleteiről beszélt Vladimir Rebić a szerbiai RTV vendégeként. A rendőrség igazgatója sikerként könyvelte el, hogy a 12 éves Monika Karimanovićot elrabló Ninoslav Jovanovićot megtalálták a hatóság emberei. Habár a nyomozás több mint két hétig tartott, és mintegy 1500 rendőr és katona kutatott az eltűnt lány és a tettes után, Rebić szerint az akció sikeres volt, hiszen külföldön hasonló esetben olyan is előfordult, hogy az ottani rendőrség 15 évig sem tudott megoldani egy ilyen rejtélyt. A rendőrség igazgatója az elrablás részleteiről is beszélt. Eszerint a Málcsai Borbély azt hazudta Monikának, hogy ő egy villanyszerelő, aki az iskolába vezető utat keresi. A lányt arra kérte, hogy üljön be az autóba és mutassa meg az odavezető utat, majd pedig elrabolta. Naravno, da nam je otežala činjenica da je on praktično imao na nekoliko mesta lokacije gde je mogao da boravi i činjenica da je on u više navrata, mi smo to i na osnovu Manikine izjave i sada na osnovu njegove utvrdili da je on u više navrata po nekoliko dana bio na istom mestu, da se nije ni kretao.
A 78 évvel ezelőtti csúrogi razzia áldozataira emlékeztek ma a Topalov raktárban. A ma már múzeumként működő egykori vesztőhelyen megtartott közös ima után a tiszaparti emlékműnél is fejet hajtottak a megjelentek az ártatlan áldozatok emléke előtt. A Sajkás vidéken elkövetett események felelőseit még 1943-ban a Horthy rendszer alatti Magyarországon felelősségre vonták. A II. Világháború után pedig Budapest kiadta Jugoszláviának a fő vétkeseket, ahol háborús bűnösként végezték ki őket. Az 1942. januárjában Csúrogon életüket vesztett szerb, zsidó és roma áldozatokra közös imával emlékeztek kivégzésük egyik helyszínén. A magyar kormány támogatásának köszönhetően ma már múzeumként működő Topalov raktárban. Lázár Katyánszkinak több családtagja is odaveszett. Az Lékovci, koji su to uradili, oni su za to platili, a mi moramo da živimo dalje, znači ima pomirenje, mi se u principu nismo ni svađali, malo je to bilo zategnuto, ali sad je to uglavnom normalno. A megemlékezés egy másik vesztőhely közelében a tiszaparti emlékműnél folytatódott, ahol a tartományi kormány nevében Milan Micić titkárhelyettes mondott beszédet. Današnji pomen i današnje polaganje venaca ovde na spomenik žrtvama racije jeste sećanje na događaje iz januara 1942. jeste sećanje na sve te nevino pobijene ljude, jeste sećanje na žrtve, a istovremeno sećanje i na jednu zločinačku ideologiju krvi tla, fašističku ideologiju koja je generisala zločin. A megemlékezésen részt vettek a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselői és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői is. Az ártatlan áldozat mindig megérdemli a gyászt és az emlékezést. 1942. januárja és 1944. októbere összeköt bennünket, hiszen szerbek, magyarok nagy része ártatlanul adta életét azért, mert szerb vagy magyar volt. A megemlékezés végén a tartományi kormány, a zsabjai önkormányzat, a csúrogi helyi közösség, a roma kisebbség, a Razi 1942 emlékegyesület, valamint a VMS és az MNT képviselői koszorúkat helyeztek el az emlékhelyen. Zorán Milanović volt kormányfő, az ellenzéki szociáldemokrata párt jelöltje nyerte az elnökválasztás vasárnap tartott második fordulóját Horvátországban. A Horvát Választási Bizottság által 99%-os feldolgozottság alapján közzétett adatok szerint Milanović a szavazatok 52,69%-át. Kolinda Grabar-Kitarović leköszönő államfő, a jobbközép horvát demokratikus közösség jelöltje pedig 47,31%-át szerezte meg. Pozdravite predsjednika Republike Hrvatske, Zorana Milanovića! Győzelmi beszédében Zorán Milanović megköszönte a választópolgároknak, hogy elmentek szavazni. Azoknak is, akik őt támogatták, és azoknak is, akik nem. Mint mondta, tőle nem hallanak majd megható történeteket az összetartozásról, mert az emberek különbözőek. Ugyanakkor hozzátette, törekedni fog arra, hogy államfőként a füle és feje lehessen mindenkinek, kevésbé egy vál, amelyen sírhatnak. Da poštujemo različitosti, da budemo jedinstveni u različitosti, jedna mala, ali žilava, moćna i vedra nacija, i tako dah po dah, osmijeh po osmijeh, događaj po događaj, polako, ali stalno, neprestano, prema boljim rezultatima i prema većem zadovoljstvu ljudi koji žive u Hrvatskoj. Kolinda Grabar-Kitarović távozó államfő elismerte a vereségét és gratulált ellenfelének. Úgy vélte, ennek a választásnak az volt az üzenete, hogy többet kell az emberek között lenni és jobban meghallani a mondani valójukat. Drage državljanke i državljani Hrvatske, poruka koju moramo izvući je da smo najjači kad smo zajedno. To smo pokazali u ratu, to moramo pokazati u miru. Ne vjerujte lažnim prorocima, ne vjerujte onima koji gledaju samo svoje interese. Cijenite ljude koji daju sebe za ovu državu.
Cienite to i potičite to. Az 54 éves jogi végzettségű Zoran Milanović a belgiumi Flamand Egyetemen tudományos fokozatot szerzett. Brüsszelben pedig posztgraduális diplomát európai és összehasonlító jogból. A 90-es évek elején a zágrábi kereskedelmi bíróságon, majd később a horvát külügyminisztériumban dolgozott. 1996-tól az ország NATO missziójának tanácsadója volt Brüsszelben, 99-ben pedig tagja lett a Szociáldemokrata pártnak. 2007-től megválasztották a párt elnökének. Pártjával az első parlamenti választásokat elveszítette, de megőrizte pozícióját. 2011-ben ugyanakkor a Kukuriku koalíciónak nevezett balközép liberális koalícióval megnyerte a választásokat. 16-ig Horvátország miniszterelnöke volt. Szankciókkal fenyegette meg Irakot Donald Trump, amerikai elnök, ha Bagdad távozásra szólítja fel az amerikai csapatokat. Trump az újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy több milliárd dolláros számlát nyújt be az arab országnak, ha az amerikai katonákat a vasárnap elfogadott parlamenti határozat értelmében kötelezik az ország elhagyására. A bagdadi parlament nem kötelező érvényű határozatot fogadott el arról, hogy valamennyi külföldi katonának távoznia kell az országból. Az amerikai csapat kivonást szorgalmazó parlamenti határozatot az iraki kormányfő is támogatta. Donald Trump kijelentette, Washington anélkül nem távozik Irakból, hogy ne térítetné meg az amerikai haderő ottani költségeit. Hozzáfűzte, ha nem sikerül békésen távozni, akkor Iraknak olyan szankciókkal kell szembenéznie, amilyeneket korábban soha nem láttak. Trump ismét elmondta, hogy Washington kész Iránnak akár a kulturális létesítményeire is csapást mérni. A magyar katonák a megfelelő műveletbiztonsági intézkedések mellett továbbra is végzik Irakban a részükre meghatározott feladatokat, közölte a Magyar Honvédelmi Minisztérium az MTVA érdeklődésére. A szaktárca mindezt azzal kapcsolatban közölte, hogy egy szombaton nyilvánosságra került hír szerint az Irakban állomásozó NATO missziók ideiglenesen leállítják iraki műveleteiket az Egyesült Államok és Irán közötti növekvő politikai feszültség miatt. A tárca hangsúlyozta, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség illetékes szakemberei folyamatosan kiemelt figyelemmel kísérik és elemzik az Irakban kialakult helyzetet, melynek során elsődleges szempont a magyar katonák biztonságának garantálása. Az ausztrál miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy az országot hetek óta sújtó bozótüzek akár hónapokig is lángolhatnak. Legalább 24 ember vesztette életét a tavaly szeptember óta tartó bozótüzekben. Hétvégén az ország fővárosában, Canberrában volt a legrosszabb a levegő minősége az egész világon. Scott Morrison helyreállítási szervezet felállítását jelentette be, hogy segítséghez juttassák azokat, akik a csapás miatt elveszítették otthonukat, vállalkozásukat. Első körben 1,4 milliárd dollárt szánnak a károk helyreállítására, de ha ez nem lesz elég, további összegeket különítenek el. A bejelentéssel egy időben a hatóságok arról számoltak be, hogy Új-Dél-Wales államban további két ember tűnt el. Eddig 2000 lakóépület semmisült meg. Szerte a délkeleti államokban több mint 135 tűzfészket tartanak számon. 1 milliárd állat pusztulhat el az ausztráliai bozóttüzekben, de a katasztrófát túlélő élőlényekre nagyon komoly veszély leselkedik majd az ezt követő hetekben is. A WWF Ausztrália egyik munkatársa arról beszélt, hogy áldozatok között emlősök, madarak, hüllők, denevérek, békák és rovarok is vannak, de a túlélők is halálra lehetnek ítélve. A tüzet átvészelő állatok közül rengeteg fog meghalni az elkövetkező hetekben és hónapokban dehidráció, éhezés és betegségek miatt. Ráadásul könnyű prédát jelentenek majd a vadmacskáknak és a rókáknak is, magyarázta. Mint fogalmazott, a vadvilág Ausztráliában jól alkalmazkodott a normális bozót tüzekhez, de ez nem normális, hanem katasztrofális, mert az állatoknak nincs hova menekülnie előle, hiszen túl gyorsan terjed, túl nagy és túl meleg.
A hosszú hónapok óta tartó bozót és erdőtüzek után hétfőn esni kezdett Ausztrália délkeleti részén, írja a BBC. Hozzáteszi, a hőmérséklet csökkenés ellenére még nem szabad fellélegezni. Melbourne-től Sydney-ig szakadt az eső Ausztráliában. A déli partokon ezért ismét a legalacsonyabb fokú riasztás lépett életbe. A hivatali szervek azonban arra figyelmeztették az embereket, a hétfői csapadék és hőmérséklet csökkenés ellenére még senkinek nem szabad hátradőlni. Kettől ugyanis ismét visszatér a perzselő forróság. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Táborokat szervezett a VM4K. Bács-Fekete-hegyen lépett fel a topolyai Melódia Kamara zenekar. A brit Sam Mendes kapta a legjobb rendező díját a Golden Globe vasárnap esti hollywoodi díjkiosztó gáláján az 1917 című háborús filmjéért. Joaquin Phoenix a dráma kategóriában a legjobb férfi főszereplő díját kapta a Jokerben nyújtott alakításáért. A legjobb női főszereplő Renée Zellweger lett a Judy főszerepéért. Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című filmje kapta a legjobb vígjáték vagy musical díját, Brad Pitt pedig a kategória legjobb férfi mellékszereplőjének díját vehette át ugyanezért a filmért. A legjobb televíziós tévésorozat a Csernobil lett. A díjazott a teljes listáját a panonrtv.com-on is megtalálják. Szerb nemzetiségű Horvátország területén élő gyermekek látogattak ma a szerb fővárosba. Alekszandar Vučić szerb államfő fogadta 17 gyermeket, akik egynapos látogatásra érkeztek Belgrádba, hogy megünnepeljék az ortodox karácsonyt. A szerb államfő a fiataloknak elmondta, fontos, hogy megőrizzék a szerb nyelvet és kultúrát. Azt tanácsolta nekik, hogy tanuljanak és hallgassanak a szüleikre. Alekszandar Vučić rövid köszöntője után csomagokat osztott a gyermekeknek, akik hálájuk jeléül ajándékot nyújtottak át az államfőnek. Bogdán Laban szabadka polgármestere minden szabadkai polgárnak, aki a Julianus naptár szerint ünnepli a karácsonyt, azt kívánja, hogy a legörömtelibb keresztény ünnepet egészségben, jólétben és boldogságban töltse. Az ünnepnapok emlékeztessenek bennünket az együvé tartozás és az egymás iránti megbecsülés fontosságára és szépségére, üzeni a polgármester, és egyúttal boldog, sikerekben gazdag új 2020-as évet kíván minden szabadkai polgárnak. Bumfort Tivadar Szabadkaváros képviselőtestületének elnöke kellemes ünnepeket kíván minden szabadkai polgárnak, aki a Julianus naptár szerint ünnepli a karácsonyt. Azt kívánja, hogy mindenki a családja, a barátai, szerettei körében töltse ezeket az örömteli napokat. Mától január 6-ától a Subotica Transz utasszállító közvállalat megszünteti a Bács-Fekete-hegy Topolya-Szabadka-Szeged útvonalon közlekedő járatát, ami minden nap 6 óra 30-kor indult Szegedre. Változás lesz a Szabadka-Szeged közötti járat menetrendjében is. Ez reggel továbbra is 6 óra 30-kor indul a magyarországi városba, viszont később tér vissza Szabadkára. Az eddigi 12 óra 30-as időpont helyett csak 15 óra 40-kor, tehát akkor, amikor a megszüntetett Bács-Fekete-hegyi járat indult vissza Szerbiába. Középkori apród tábort, valamint digitális fejlesztés 3D-ben és a repülő Vucsidol címmel szervezett táborokat erre a hétre Szabadkán a Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központ. A gyermek és ifjúsági korosztály számára rendezett, mától szombatig tartó táborokban összesen mintegy 100 gyermek vesz részt. Három tábor vette kezdetét a VM4K épületében. Barna Botond ezúttal a középkori apró táborba jelentkezett. Nagyon szeretek itt lenni, sok barátot bírok itt szerezni, és nagyon jó foglalkozások vannak. A táborban hangszerbemutatón kívül lesz mesedramatizáció, versírás, birkózás, sakk, sőt reneszánsz táncok is Mátyás király udvarából. Táborozóink megismerkedhetnek a középkor világával, betekintést nyerhetnek abba, hogy a királykisasszonyok hogyan élték a hétköznapjaikat, valamint azt, hogy
hogy az apródok milyen nehézségekkel, illetve milyen kalandokon keresztül tudtak lovagokká válni. A 10-től 14 éves korosztály a Digitális Fejlesztés 3D-ben című táborban bővítheti tudását ezen a héten a VM4K-ban. Vas Dávid nagy érdeklődéssel várja a foglalkozásokat. Szeretek programozni, és tanulni szeretnék. Mi az, ami leginkább érdekel az informatika területén? A programozás. És itt mit fogtok megtanulni? Ma a 3D-s nyomtatást. Az informatikai táborban a gyerekek a 3D nyomtatással, a háromdimenziós rajzok szerkesztésével ismerkedhetnek meg, majd a hétvégén digitális szabadulószoba is lesz. Tudtuk meg Kosányi Tamástól, a VM4K munkatársától. A harmadik tábort a 12-től 15 éves korosztály számára hirdették meg. Ez minden délután kerül megszervezésre, délután 16 órától 20 óráig. A Repülő Vucsidó című regény alapján egy kivágás animációs táborról van szó, melynek vezetői Vidákovics Lea képzőművész és Gazsó Hargita, a irodalmár és múzeumpedagógus. A VM4K három táborában összesen közel 100 gyermek vesz részt. Klasszikus zene mellett Abba dalokat és a Despacito feldolgozását is hallhatták az érdeklődők vasárnap délután a Bács-Fekete-hegyi Kultúrotthonban. A hangversenyen a Topolyai Melódia Kamarazenekar kínált felejthetetlen élményt. Weiner Leó Róka tánca is felcsendült a Bács-Fekete-hegyi Kultúrotthonban. A komoly zenekedvelői nagyon örültek az újévi koncertnek. Juhász Géza gyerekkora óta a klasszikusok szerelmese. Kíváncsi vagyok a fiatalokra, a gyerekekre és jelenlétemmel bátorítani szeretném őket természetesen. A Topolyai Melódia Kamarazenekar 7 éve alakult. Főleg magyar, de más világhírű zenészek darabjai is szerepelnek repertoárjukban. Műsorunk egy része klasszikus, viszont a műsor második felében vannak táncjellegű számok, sőt egészen modern feldolgozások, például mint Abbának a Mamma Mia és Despacito és hasonló dolgok. Ilyen jellegű ünnepi koncertet először hallottak a Bács-Fekete-hegyi Kultúrotthonban. A Melódia Kamarazenekar a tavalyi évben adott már egy koncertet nálunk, de ilyen újévi jellegűt most első ízben szervezünk. Hallottuk őket, ugye Kishegyesen szoktak minden évben újévi koncertet tartani, és mindig nagyon szép, és most lehetőség nyílt arra, hogy mi is meghívjuk őket, úgyhogy nagyon örülünk, hogy erre is sor került. Az egyesület elnöke hozzátette, a Bács-Fekete-hegyiek igénylik az ilyen jellegű koncerteket, reméli, hogy legközelebb is meg tudják szervezni. A keresztes viperát választották az év hüllőjévé a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kiírásán. Az állat Európa szerte megtalálható, a vizes, mocsaras területeket kedveli. Mérge a szervezetbe jutva gátolja a vérkeringést és az izomműködést. A közhiedelemmel ellentétben nem veszélyes az emberre. Az elmúlt 60 évben két halálos kimenetelű áldozata volt. A keresztes vipera főként kistestű rágcsálókkal, békákkal, gyíkokkal táplálkozik. És most az időjárásról. Fagyos hűvös reggelek után napközben száraz, napsütéses napok elé nézünk. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet adatai alapján a héten sem várható csapadék. A hét leghidegebb napjának a holnap ígérkezik, amikor -8 fokig csökken a hőmérséklet, napközben pedig 1 fokig melegszik fel az idő. Szerdán részben napos időjárás vár ránk, csütörtökön és pénteken egyre melegebb lesz, de számottevő felmelegedésre még nem kell számítani. A maximumok 7 fok körül várhatóak.
A franciák ellen elszenvedett vereség után ma fölényes győzelmet ünnepelhetett Hollandia ellen a szerb férfi röplabda válogatott a Berlinben zajló olimpiai kvalifikációs tornán. Az Európa-bajnok szerbek végig irányították a játékot, és végül fölényes 3-0-val felettették az első forduló rossz emlékeit. Szerbia következő mérkőzését Bulgária ellen játsza, és amennyiben nyer, akkor szinte biztosan tovább jut a csoportjából. A 8 csapatos selejtező tornáról egyébként csak a győztes jut ki a tokiói olimpiára. Negyeddöntős a szerb férfi tenisz válogatott az Ausztráliában zajló ATP kupán. Djokovicéknak ehhez azonban nagyot kellett játszaniuk, hiszen a franciák elleni párharc első mérkőzésén Dusan Lajovic 2-1-re kikapott Benoit Paire ellen. Ezt követően Novák Djokovic előbb egyenlített, majd Viktor Troickival az oldalán a párosok mérkőzésén is győzött, így a szerb csapat 2-1-es összesített eredménnyel bejutott a legjobb 8 közé, ahol Chilével küzd meg az elődöntő bejutásért. A híradó végéhez értünk, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Szerbia szerte már hajnalban megtörtént az ünnepi tölgyfaágak vágása. Ma van vízkereszt. Zorán Milanović nyerte az elnökválasztás második fordulóját Horvátországban. A hosszú hónapok óta tartó bozót és erdőtüzek után hétfőn esni kezdett Ausztrália délkeleti részén. Köszönjük figyelmüket, további friss hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon Rádióban a reggeliből az is kiderül, hogy mik a tökéletes otthoni pánikszoba ismérvei. A Szabadkai Magyar Rádió napindítójában szó lesz arról, hogy idén is támogatják Szerbiában a női vállalkozókat. Itt a televízióban most következik a Jóformában, majd zenei válogatás és kalamár is. 19 órától a Közelképben összefoglalót láthatnak az entai karácsonyi kavalkádról. Fél 8-tól a szubjektív vendége Szabó Károly, a keresztény értelmiségi kör elnöke. A 20 órai híradót követően a Harabd meg a nyelved című családi vígjáték újabb epizódját láthatják. Azt követően az Örök tél című magyar történelmi drámát tűzzük műsorra szerb felirattal. Éjfélkor ortodox misét láthatnak a szerb közmédia közvetítéséből. Tartsanak továbbra is velünk!